Ő Nagy Csenge, 9-es a Fehérgyarmati Deák Ferenc gimnáziumban. Nagyon jó tanuló, angol tanár szeretne lenni. Kisgyermekkora óta kerekes székben él. Mondta az apukám, hogy van ez a felajánlás, és hogy lehetőség van arra, hogy kapjak egy ilyen elektromos kerekesszéket, és én nagyon örültem, mert már régóta nézegettem és gondolkoztam rajta, hogy milyen menő lenne, hogyha lenne egy ilyenem. Úgyhogy én nagyon megörültem a hírhallatán, és hát most meg, hogy benne ülök, hát nagyon tetszik, úgyhogy köszönöm szépen. A kislány ki is próbálta az új járművet, amelyet Bihari Jánostól kapott. A Máté Szalkai vállalkozó egyik üzleti útja során Fehérgyarmaton járt, autójával átengedte a zebrán az iskolába igyekvő lányt, és néhány nap múlva el is indította azt az összefogást, amelynek eredményeként egy elektromos mozgáskorlátozottaknak készült kocsit kaphatott Csenge. Teljes egészében minden el van látva a közúti közlekedésre, úgymond persze hát nem a közúton kell használni, de elakadásjelzővel, indexel, nappali menetfénnyel van ellátva, joystickkal üzemeltethető, egy kezes üzemeltetés van, állóhelyben meg tud fordulni, kettő munkaakkumulátor van benne, azért hangsúlyozom, hogy munkaakkumulátor, mivel ez jóval tovább bír, mint egy hagyományos akkumulátor, illetve nagyobb teljesítménnyel bír. 24 volttal megy akármilyen rámpán, ez megbirkózik a nagyobb testsúlyjal is, de itt Csengénél erről nincs szó, úgyhogy fogja mozgatni ezt a járművet. Már Csenge fel is fedezte, hogy kettősebességi fokozat van benne, van egy béka, meg egy úgy hiszem, hogy egy nyúl, ez ábrázolja, ez szimbolizálja ezeket a sebességi fokozatokat. Ő már itt bemutatta, hogy mit is tud ez a kocsi. Csenge a Fehérgyarmati gimnázium aulájában kapta meg az új eszközt. A képviselő úrnak a nagy segítség az, hogy most már ezt a szekeret, amit megkapott elektromos járművet, ezt már itt bent is fogja tudni használni, ugyanis sikerült itt az aulát is akadálymentesíteni, és fogunk egy ilyen liftet, egy mozgáskorlátozati felvonót felszerelni a lépcsőre, és ezáltal elmondhatjuk azt, hogy bárhol, bármelyik tanterembe, bármelyik helyiségbe el fog tudni jutni Csenge majd. Nem csak ezzel az elektromos járművel, hanem a másikkal is. A város is hozzájárult az adományhoz. Fehérgyarmat önkormányzata vásárolta meg az akkumulátorokat az új kerekes székbe. Az átadáson elhangzott, egy fogyatékossággal élő ember problémáját akkor értjük csak meg, ha egy közösségben vagyunk vele. Oda kellene eljutni, és igazából az lenne a jövő, hogy akkor is figyeljünk ezekre a problémákra, ha egy adott közösségben nincs. A pályázatok most már teljes körű akadálymentesítéssel készülnek, és a folyamatban lévő pályázatoknál és a korábbi pályázatoknál is úgynevezett rehab szakmérnök, aki megnézi minden egyes kivitelezésnél, hogy az akadálymentesítés megfelelő minőségben készült el. A 21. századi modern társadalom szerintem fokmérője az, hogy a fogyatékkal élőkre a társadalom egészséges része hogyan tud odafigyelni.